Szevasztok, srácok, itt ismét Damien, folytassuk tovább Arthur D2-nkat. Három dolgot is fogunk ebben a részben csinálni, úgy láttam a szerelési útmutatókat, de először megmutatom, mit kaptunk a 33. lapszámhoz. Na, műanyag alkatrész, ez lehet, hogy ismerős lehet, van itt valaminek hely, meg két valaminek itt hely. Igen, jól gondoljátok. Kaptunk egy ilyet is, ez is ismerős lehet, sejthetitek, hogy mit fogunk befejezni. Illetve kaptunk egy ilyet, amit azért nem bontottam ki, mert ez majd később fog kelleni. Ez a lábhoz tartozik, ilyen, tudjátok, ez a, lájátok, megmutatom. Még nem kell használnunk, ezért rá nem is lesz szükség, most még rá se lesz szükség. Első körben... rá lesz szükség a hatalmas lábunkra, mármint értitek, meg csavarokra, azok itt vannak oldalt, kikészítettem őket, és akkor először is csavarjuk össze itt ezt a szépséget. Na most nagyon jó, hogy ilyen setupot használok, mert akkor így már tudok így, kicsit jobban látjátok. Na, tehát igazság szerint ennyi az annyi, és akkor ezek mehetnek is, tudjátok, a pénzbedobó automata. Egy. Puk. Puk. És az utolsó is. Egy. Na és akkor ezeket szépen most itt be tudjuk csavarni. Majd ráhúzom később. Mármint mikor már mindegyik nagyjából bent van. És akkor Arthur-D2-nak igazság szerint ez a lába, ez már valamilyen szinten kész is van, érzékelővel, kábelekkel, minden nyavajával, forog, csattog, villámlik, tehát elég sok mindent tud már Arthur-D2-nk mondhatni, legalábbis elképzeléseink szerint, mert mozogni majd jól fog tudni, meg itt van neki mindenfajta érzékelője, az ultrahangos érzékelőtől kezdve ezeken az infraérzékelőkön át a mit tudom én még, meg ugye volt legutóbb, láthattátok már, Luke üzenetét vetíteni is tudja, tehát sok mindenre képes. Na most fogom meghúzni a csavarokat úgyisten igazából, tehát hogy minden okés legyen, és akkor utána, hát még itt van valami, ami ugye befedésre vár, látjátok oldalt itt, tehát ezt még majd be kell fedni valamivel, de hát az nem most jön el. Na, ez meg is van, nézzétek! Nehezen forog, de azért forog nehezen, mert ugye hát ezt majd a motor fogja itt hajtani. Tehát úgy fog izélni, tehát nem tud csak így magától guri-gurizni, de megvan! Wow. Szép dög. Jó, szép nagy lesz ez az Arthur-D2-nk. Na, következő feladatunk, srácok, mégpedig az, hogy ezt most félre rakjuk. Kaptunk egy ilyet, ugye? Ugye? Kaptunk egy ilyet. És kaptunk még ebből, még annak idején, többet is. Sőt, elvileg itt vannak az átvezető elemek is, ugye? Ezeket kéne valahogy összeszednünk, és összeraknunk ezekkel a kis mini csavarokkal, ha minden igaz. Ugye? Ennyi? Ennyi kellett csak. Szerintem kellett még, de mindegy, majd pótoljuk. Jó, na, hát akkor rakjuk ezeket össze. Valahogy. Gondolom így, ugye? Gondolom így, és ezek pedig így jönnek rá. Igaz? Ahogy azt már megszokhattuk. És a csavarok, azok pedig alulról jönnek. Igen. Jó. Paradam. Na, hoppá. Na, kezdjük az elején. Először csak egyet csavarjunk hozzá, és akkor úgy sokkal könnyebb dolgunk lesz. Egy. Jó. Egy dam. Csavarjunk rá még egyet innen. Jó, még egy dám, és innen is csavarjunk rá egyet.
Jó, csinálom, jó. Nem jól, szétszedjük. Tudjátok, hogy van ez. Ezek a mini csavarok, hogy megfogni se lehet, meg semmit nem lehet velük csinálni. Ez valami katasztrófa, de mindegy, megvan, megoldottuk. Jó, na, ez megvan. És akkor ezt hozzácsapjuk ehhez. Be is csavarjuk. Egy. Jó, na és akkor kéne még nekünk két ilyen mini csavart, és tudom, hogy miért nem vettem ki még két ilyen mini csavart, mindegy, itt vannak kettő. Jó, és akkor még ezeket hozzácsapjuk. Egy, kettő, és akkor meg lesz ez a alsó váz. Egy. Frisbee. Vagy a csillagkapu. Ennyi. Töké. Megvan. Tökéletes. És akkor jöhet ő. Nagyon jó. Na, ezt talán kicsit közelebbről is nézhetitek. Na, hogy is kell ezt? Mert itt nem mindegy, ugyanis ezen, nézzétek, van itt egy ilyen. Ezt a kis nyilacskát látjátok? Azaz. Azt a kis nyilacskát. Na, azt a kis nyilacskát kell nekünk, itt is keresnünk kell egy nyilat, meg is van. Látjátok, ott a nyíl. Ezt kell összepasszintanunk. Így. Na jó. Összepasszintottam, és... Ja, gyerekek. Most jön a fekete leves. Az anyacsavarok. Meg a... Jajj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 
Hát, elvileg. Jó, de hát, újjaj. Anya csavarok meg, mi egymás, ú, de ezt nem, nem szeretem. Na jó. Arról nem is beszélve, srácok, hogy mutatom a mennyiséget. Ez, ha minden igaz, 15 darab. 15 darab anyacsavart kell itt behajtanunk. Hát, ha siránkozunk, azzal nem lesz meg bent. Itt vannak a csavarok is. Úgyhogy, hát akkor kezdjünk neki. Egy, Úristen. Nem tudom, hogy fogok-e vágni, de van rá esély, hogy fogok vágni. Nem csak pofát, hanem hogy ne kelljen ezt végignéznétek. Az ilyenekről beszélek. Tehát, hogy így kiesik az anyacsavar, mert nem bírom megtartani, nem tudom miért, nem bírom megtartani, pedig ott volt az ujjam, és szorítottam. Most megvan például. Jó, egy. Menjünk itt sorba? Menjünk sorba. Jó. Mondjuk legalább annyi van bennük, nézzétek, hogy így csatlakoznak az anyák, tehát így bemennek egy ilyen kis lukszerűségbe, és akkor kevesebb az esély arra, hogy ki ugranak. És akkor így sokkal könnyebb dolgom van. Mondjuk, hogyha így végig tudom csinálni, akkor viszonylag egész gyorsan fogunk haladni. Ha nem ejtem ki a csavart a helyéről.
de nem fog hiányozni ez a kupola anyacsavaros szerelés, az biztos. Egy pillanat. Most itt. Ó, hogy az a... Ó, bá meg, srácok. Na, ha valaki szereli össze, jó tanács. Vegyétek figyelembe, hogy itt ezeket a számokat. Jó? Tehát a D40-es mellé ne a D39-es kerüljön, mert ha felcserélődik, akkor mi fog történni? Na, mi fog történni? Mutatom, mi fog történni. Ott az anya, ott, de nincs luk. Tehát itt kéne, hogy legyen a luk, de nincs luk. És azért nincs luk, mert Damien hülye volt, és megint csak plusz munkát csinál magának azzal, hogy nem figyel. Így van. Szóval gyerekek, ha R2D2-t szereltek össze, akkor figyeljetek oda, mert úgy rácseszhettek, mint én. És csavarozhattok dupla. Még milyen jó, hogy itt az, nagyjából az elején sikerült erre rájönnünk, viszont mekkora pehjesek vagyunk, hogy véletlenül se szereltem össze véletlenül jól. Na, hogy van ez akkor? Tehát itt a D40-es, igen, itt a D40-es, és itt a 39-es, ahova a 38-asnak kellett volna kerülnie. Hát menjen a fenébe. Na jó, vágok, és akkor innen folytatjuk, srácok. És kész, srácok! Elsőre. Természetesen hiba nélkül rögtön megoldottuk, az összes csavart, mind a 15-öt gyorsan becsavartam. Na jó, csak viccelek, rojikusan ezeknek jó kellett, hogy álljon. Tehát kiszedtem az összeset is visszacsavarni. Jó, nem volt nagy cucc, de gondoltam, megkímélek benneteket ettől a 15 csavartól. Minden esetre a kupolánk az most már fixen egyben van, így néz ki belül. Szép kis szerkezet, és azért van egy súlya is. És ezzel tulajdonképpen véget is ért a 33. lapszámunk. Elég sokat... haladtunk, mondhatni ezzel a lapszámmal. Tartsatok velem legközelebb is, remélem tetszett. Szevasztok! Ha tetszett Damien videója, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!